Ha szeretnél menő PG-13-es termékeket venni, akkor nincs más dolgod, mint megkeresni a leírás legfeljebb sorát, rákattint a linkre, és már kedvedre válogathatsz is. Ha van egy kis időt, kérlek, kövess be az Insta és Facebook oldalamat, ugyanis itt mindig kapsz értesítést az újabb videókról, és hogyha bekövetsz, akkor minden 500. vagy 1000. követőm után fogok PG-13-es termékeket sorsolni. Menekünk, követ még, nem, követ. Nagyon remélem, hogy nem követtem, menjünk, nem érdekel, inkább futok tovább. Szóval a srácok, az történt, hogy ott egy kocsi, azért szerintem meg kéne lógni, azzal nagyon-nagyon meg kéne lógni, és na várjatok, ez egy tűzoltóautó, tűzoltóautót nem nagyon kéne ellopni. Na jó, várjatok, gyors, elmondom a sztorit, igazából csak úgy szimplán sétáltam, és nekem támadt 4 ember. És el akarták lopni úgymond a kajámat, meg úgymond mindent, ami nálam van, és elmenekültem. De szerencsére, hogy látom, leráztam, de itt egy kocsi. És ez egy tűzoltóautó, ahogy látom. Szóval nem tudom, nem látok itt senkit, de nem akarom ellopni, azért tűzoltóautót lopni azért azt szerintem túlzásán. Itt egy chest. Mi van a chestben? Na várjátok, Jézusom, nagyon le van izélve. Vizes vödör van a chestben. Wow. Oké, hát van itt vizes vödrünk, nagyszerű, ezt legalább így tudtunk szerezni, de ó. A tűzoltó, hello, hé, jó napot, jó napot, tűzoltó úr, nem hiszem, hogy mindig amúgy ilyen izé, mindig ilyen kobukok le, mit képzel, igazából azt történt, hogy üldöztek engem, és el akartam menekülni, és megláttam ezt a kocsit, csak beszálltam megnézni, hogy mi van itt, és igazából nem láttam önt itt, vagyis tűzoltót nem láttam itt, segítséget akartam kérni, de nem volt itt senki, szóval, igazából így nagyjából így ennyi, ami történt. Szóval nem csináltam semmi rosszat, esküszöm, én nem olyan vagyok. Meg nem arról vagyok híres azért, hogy én ilyen nagyon gonosz tetteket hiszem. Ja, elhiszem, persze. Esküszöm, nem akartam ellopni az autót. Nem hiszem, most megint ilyen helyzetbe kerülök, miért? Amúgy kis azért nincs nálam, mert pont kishez indultam hazafele, akit esetleg érdekel. Szóval nem kell sírni, hogy nincs itt kis, meg hol van kis, meg biztos meghalt, nincs itt. Nem most estem le a falvédőről. Ja, és még íja is van? Hát persze, a tűzoltóknak mindig van íja, hát igen, hogyne, persze. Nagyszerű, jó van, akkor tűzoltó úr, kell maguk ellen. Maguk ellen? Mi a maguk ellen? Nem vagyok tolvaj. Nagyszerű, oké, akkor mit szeretne? Mondja el, hogy akkor mit szeretne, és akkor megbeszéljük, vagy valami gondolom. Jöjjön velem. Hát oké, jövök. Istenem, srácok, hogy mindig én kerülök ilyen helyzetbe, hogy elrabolnak, meg nem is az, hogy elrabolnak, hanem üldöznek, aztán a tűzoltó nincs, aztán hirtelen idejön, csak nyugisan, jól van, nyugalom, nem vagyok én, mondom, olyan gonosz fickó, amit úgy általában szoktak lenni. Most ez komoly? Ne, most ez komoly, most be akarsz zárni? Nem már, de nem akartam, tűzoltó úr, kérem, nem már, Istenem. Jó, hát mindegy, kénytelen vagyok igazából bejönni. Nem olyan, izé, győzön akkor meg. Hele, uram! Istenem, de még videóra se vettem azt, hogy menekülök. Istenem. Hát, nem tudok mit mondani, sajnálom. Tehát, hogy mit keresett ott? Mondom, menekültem emberek ellen, és azt hittem, hogy ott van egy tűzoltó a kocsiba. Mit vitt el, ha vitt? Elvittem pár vizes vödröt. Találtam ott pár vizes vödröt, és igazából így ennyi. Semmi, az mindegy. Ja, az mindegy, hát jó. Oké, hát ennyi, semmi más nem vittem, esküszöm. Kaja van nálam még, és ennyi, meg 3 darab vizes vödör. Rendőrségi ugye itt voltak, nem voltak jó, hát néha voltak, de nem olyanok. Azok félreértések voltak, de úgy komoly izé, de igazságos. Hát igen, őszinte vagyok. Én nem vagyok bűnöző, meg tolvaj, meg rabló, meg semmi. Én normális, tisztességes izé, volt igazságos. Igen, én mindig segítek az embereken. Olyan vagyok, mint maga, csomószor volt, hogy tűz volt, és megmentettem az embereket, meg ilyenek. Nagyon sokszor segítek. Na jó, oké, jó, halleluja, kiengedett, jól van. Jó, már úgy megijedtem, hogy de nem engedem el. Mi azt, hogy nem enged el? Aj, nem már, most kérni fog tőlem valamit, miben? Most miből kérni fog tőlem valamit, biztos vagyok benne, hogy most valamit kérni fog. És nekem azt teljesítenem kell. Várjátok, egy kicsit adok hangot, hogy hangosabb legyek. Így talán, ez egy kicsit túl van, így jó lesz. Na, hozz vizet, itt van a vizem, parancsoljon. Itt van, látja? Le is bírom rakni. Nos,
mi lesz akkor a feladatom, vagy nem tudom. Köszi. Hát szívesen. Ennyi? Vagy most mi van? Bármi extrém feladat, vagy akármi. Csak így ennyi. Ennyi volt. Szereted a falakásokat? Hát általában mindig faházam volt, szóval nincsen bajom velük szerintem. Ja, úgy nincsen nagyobb problémám velük. És a nagyházakat? Ja, a nagyházak menők, gondolom. Ja, szeretem a nagyházakat, azok nagyok. Ami dupla rétegű? Hát biztos, honnan tudjam? Ez milyen kérdés? Mi az, hogy szeretem a nagyházakat, ami dupla rétegű? Jézusom, ott egy ház. Aha. Tehát nem tudom, hogy az ház eléggé ronda. Na mindegy, tiéd, enyém. Hát oké. Köszönöm szépen. Akkor gondolom, vagy nem tudom. És most itt nekem így, mi? Nekem adsz egy házat, rendezd be? Hát nem nagyon van itt semmiféle, bezártak minket, élj ott. Aha, tehát most bezártál engem ide, és most ennyi a dolgod. Aha, tehát most bezártak engem ide, hogy én éljek itt, vagy nem értem. Tehát most ez így, mi a, most ég a srác. Most mi van? Srácok, most én ezt nem értem, bezárt ide? És most ott van mellettem. Na jó, hát mindegy, jó, hát azt mondta, hogy éljek itt, mivel zárt be? Obszidián? Aha, ez obszidián akar lenni szerintem. Hát jó van, nem tudom, akkor én lehet kiásom magamat, vagy fogalmam sincsen. Bár, aha, dupla rétegű, azt mondta, hogy dupla rétegű, jól van. Hát szerintem én nem tudom, én inkább megpróbálok innen szerintem kimenni, mert nem nagyon akarok itt. De csak egy darab blokkom van, na várjátok, szerek még itt blokkot. Aztán megpróbálok akkor gyors kijutni. Vagy valami, hú, de nagyon. Hú, de nagyon visszadobál most. Jajaj. Jajaj. Most mi van? Jó, mindegy. Én szerintem innen kiúszok inkább, vagy nem tudom. Mi a? Bezárt engem. Miért zártál be? Visszazárt. Ti is halljátok ezt a hangot? Ti is halljátok ezt a hangot? Olyan, mint hogy valami égne. Mi a? Ez feljutott a házat. Ne szívesetek már, ég is. Na, várjatok már. Várjatok már, még van három vizem. Jó, én szerintem minden, így, nem tudom, kiássam magamat, vagy mi legyen? Na várjatok, most ég az egész, ez feljutott a házat, de hallod, miért jutott a... Feljutott az egész házat. De lövöldöz, te már! Hallod? Mi a... Menj be! Hagyjál már! Biztos, hogy nem, ez rám akar egy újtani a házat, Jézusom! Jó, nem, ez így nagyon nem, pont, hogy nem jó. Most mit csináljak? Most akkor mit csináljak, vagy mi legyen? Követ vajon engem? Mit csinálsz ellenem? Semmit. Hát nem tudom, hogy miért alapból te tűzoltó vagy, neked az lenne a dolgot, hogy elolvasd a tüzet, nem az, hogy meggyújtsd a tüzet. Bizonyíték nincs. Hát veszem videóra, hogyha az eléggé bizonyíték, vagy elég sok bizonyíték. Már pedig leigázom a földet. Jézusom, ez egy elmebeteg. Oké, hello, tűzoltó. Hello, szia. Mi az kell? Mi kell? Mi kell? Mit adott nekem? Adott nekem egy gyújtót. Hát köszönöm. Most mi? Jaj, de... Most... ez így most mi? Tűzoltó? Hallod? Csapdva. Jó van, feljutom a kocsiját, vagy nem tudom. Nem nagyon tudok mit kezdeni, feljutom akkor a kocsiját, hogyha ennyire izél. Hát akkor nem tudom. Ne! Dehogy nem! Akkor ez én is gonosz leszek veled. Jaj, váltok, jó, oké, elaludt. Jó van, hát tessék, akkor ég a házad, vagy ég a kocsid. De amúgy mindjárt eltörik a 18 év születésnapomra kaptam. Te meg rám akartad gyújtani az egész házat, meg az egész erdőt, meg mindent konkrétan, szóval nem tudom, hogy mit vársz amúgy tőlem. Na mindegy, jó van, én szerintem inkább elmenekülök, itt amúgy van a börtön. Mi lenne, hogyha beszállnám valahogy a börtönbe, amúgy esküszöm. Váltok, hogyan kéne ezt megoldani? Hogy bemenjen a börtönbe? Mit csinál? Mit csinál most komolyan? Miért ment be a börtönbe? Jaj. Hello! Szia! Ott az opszi! Ne, menj be! Menj be! Menj be! Nem? De menj be! Hagyjál már! Menj be! Menj be! Na már! Istenem! Gyerünk! Jó! Ne! 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 Menjél be! Istenem! Nem hiszem el! Na jó, várjátok, valahogy buszáj be, mit lesz velük? Nem akarom amúgy megölni. A srácot! Gyap! Jó! Oké, azt nem sikerült. Jó van, azt nem sikerült bezárni. Körbezárom, vagy nem. Jaj!
jó, oké, bezártam. Jó, bezártam azt hiszem. Kiássa magát. Na jó, melmész... Most így mi ez? Most így mi ez? Most mit csináljak vele? Nem hiszem el, most mit csináljak vele? Na jó, nem, komolyan mondom, mindjárt megadom. Hallod? Tűzoltó, add fel! Fél HP-d van, fél HP-d van, na. Figyelj, elmondom az ötletet, elmondom az ötletemet, te amúgy egy, nem tudom, pszichomániás, nem tudom mi vagy, de nagyon durva amúgy, ahogy te így őrülten üvöltöztél, hogy izé vicceltem. Aha, oké, rendben, tudod mit? Gyere ki, figyelj, gyere ki nyugodtan, gyere szépen. Úgyis nálad már ez így, úgyis nálad semmi. Elvileg te kedves tűzoltó vagy, aki segít az embereknek, igaz? Tessék, kapsz kaját, menjél vissza az autóhoz és nem láttuk egymást, oké? Oké? Rendben. Igen? Jó, úgy van, na, szépen én is erre gondoltam, menjél! Menjél szépen, na, így is van. Menjél, te menjél arra, én meg megyek erre, jó? És kamerán elő vesz egy íjat. És kamerán elő, nem, oké. Jó, mindegy, volt nála még egy igazából, mindegy. Jó van, oké, ezt megoldottuk szerintem, én... És felém lőttem, nem, nagyon van, nem érdekel, inkább elmegyek. Hagyom ezt a ízét, nem akarok tűzoltókat ölni. Főleg úgy, hogy nem tudom, mondjuk eléggé gonosz, meg őrült tűzoltó volt. Légy átkos. Jó van, leszek átkos. Na jó van, srácok. Megpróbálok szerintem tovább menekülni, de amúgy tök jó, körülbelül az elmúlt 15 percben nem csak egy őrültet találkoztam, hanem még nem tudom, sokkal, úgy összesen öttel, mert ugye még négy csávó még üldözött engem. Na mindegy, srácok, köszönjük, hogy voltam ebben a videóban, szerintem elmenekültem, nagyon remélem. Így is van. Szóval köszönjük, hogy voltam ebben a videóban, hogy tetszett, dobjátok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. Woof, Dani, mikor érsz haza? Lassan otthon is vagyok, szóval, ja, melyek az a kishez. És találkozunk, srácok, legközelebb, és köszönjük, hogy voltok, és ja, ennyi, sziasztok!